Szeptembertől visszaállnak az első hullám határvédelmi szabályai, jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány döntéseit ismertetve hozzátette, tárgyalnak a hitelfizetési moratórium meghosszabbításáról, de a vásárlási sáv visszaállítását egyelőre nem tervezik az idősek számára. Gulyás Gergely arról is beszélt, az a cél, hogy az iskolák rendes keretek között működjenek. A vírus elsősorban a munkahelyeket, az iskolakezdést és a gazdaság működését fenyegeti, és a legnagyobb esélye annak van, hogy külföldről hordják be az országba. Így indokolta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy visszaállítják a szigorú határvédelmi szabályokat. Főszabály szerint szeptember 1-től külföldi állampolgár Magyarország területére nem léphet be, csak indokolt kivételekkel, biztonsági szabályok megtartása mellett. Külföldről hazatérő magyar állampolgárok pedig 14 napig, vagy mindaddig, amíg 2 nap különbséggel 2 negatív tesztet nem tudnak bemutatni, karanténba kell, hogy vonuljanak. A miniszter arról is beszámolt, hogy egyelőre nem tervezik a vásárlási idősáv visszaállítását az idősek számára, sem a kijárási korlátozást, mert az egészségügy maximálisan felkészült a védekezésre. Gulyás az iskolakezdéssel kapcsolatban elmondta, mindenkinek az az érdeke, hogy a rendes keretek között kezdődjön meg az oktatás, és ha betartjuk a szabályokat, ez sikerülhet is. Nem várt módon jól vizsgázott a digitális oktatási rendszer, de mégiscsak, ha nem csak oktatásra, hanem nevelésre is gondolunk, akkor nevelésre digitális úton nem igazán van lehetőség, tehát mindenkinek az az érdeke, túl a szülők érdekein, túl a magyar gazdaság működésének az érdekein, hogy rendes menetrend szerint működhessenek az iskolák. Az ATV kérdésére a miniszter azt is elmondta, az MLS tárgyal az UEFA-val a szeptember 24-én esedékes Európai Szuperkupa budapesti döntőjéről, egyelőre nem biztos, hogy beengednek szurkolókat a stadionba. Azt tudjuk elképzelni, hogyha valóban a jelenlegi szabályok szerint tartjuk meg a Szuperkupa döntőt, akkor ők a reptérre megérkezhetnek 2 negatív teszttel, egyenesen a stadionba visszük őket, és onnan vissza a repülőre, de akkor csak és kizárólag akkor, hogyha meg a 2 negatív teszttel rendelkeznek, és akkor is még hőmérést, tehát testhőmérsékletmérést a határon fognak csinálni. A miniszter elmondta, a most elfogadott szabályok várhatóan 1 hónapig maradnak érvényben.